Fejér megye közgyűlése az idén az egyik Fejér megyei díszpolgárnak, Csóri Sándort választotta. Hogyan érte ez a hír? Meglepett természetesen, mert az életem előző korszakában én teljesen elszoktam mindenféle kitüntetéstől, mindenféle elismeréstől, és ezt én természetes állapotnak tartottam. Sőt, azt mondhatom, hogy minél többször bántottak, annál bizonyosabb voltam magamban, hogy jó irányba megyek. Most újabban, éppen a születésnap körül szinte azt mondhatnám, hogy meghökkentő volt egyrészt a kitüntetések, az elismerések sokasága. Meglep és meghat együtt, nem tudom melyik élmény az erőteljesebb, minden esetre köszönöm, hiszen a megyétől, Fejér megyétől kaptam ezt az elismerést, és ez legfeljebb azt jelenti, hogy én kezdettől fogva a megyémre úgy gondoltam, mint egy kisebb hazára, ami természetes, a nagy hazám belül mindig vannak tájhazák, még kisebb hazák, van a szülőföld, maga a szülőfalu, de a megye is így volt előttem mindig, hogy igen, Fejér megyei vagyok. Két dolog az, ami nagyon odaköt engem Fejér megyéhez, a szülőfalumhoz. Az egyik az ifjúkorom, a fiatalságom, amely azt jelentette, hogy minden, amit én tudok, gondolok nyelvről, érzésekről, élményekről, azok oda kötöttek a falumhoz. A másik pedig a háború. 14 éves voltam, amikor megálltott abban a térségben a háború, és hónapokon át a háború kellős közepén éltem. Az idillből, az előző korszakok idilljéből egyenesen az apokalipszis közepébe jutottam, amely ma is elevenen él bennem. Még mindig nem írtam meg azokat az élményeimet, amelyeket a háború alatt éltem át. Félelmetesek, ahhoz a tájhoz kötődnek, Székesfehérvárhoz, Zámolyhoz, Agárdhoz, Gárdonyhoz, Kápolnásnyékhez. Ugye az igazi filozófusok azt tudják, hogy az ember azért is született a világra, hogy valahol otthon legyen, és hagyományokhoz kapcsolódjék, mert valójában sokan elfeledkeznek éppen ebben a világban arról, hogy az egyik leglényegesebb információ a létről a hagyomány. Az, hogy mi is volt az ember eredete, mi volt a múltja, mi volt az a stílus, amelyik meghatározta. Most éppen ebben a világban, amelyik mindent össze akar mosni, mindent el akar másnapra felejtetni velünk, hogy csak abban a pillanatban éljünk, amelyik itt van, körülöttünk. Ezzel szemben a hagyomány, amely a szülőföldhöz, a gyerekkorhoz, a múlthoz, nagy szokásokhoz tartozik, az azt akarja, hogy tudjam, hogy ki vagyok, ki voltam, kik voltak az elődeim, ők mit őriztek, mit akartak. Talán 7 vagy 8 éves lehettem, amikor egy búzás zsákokat vívő kocsival együtt bementem Székesfehérvárra. Azelőtt én nem láttam igazán napfölkeltét, mert hát ha korán föl is kelt az ember, az udvarba volt, nem figyeltem, és a kerítéstől nem lehetett azt látni. De mikor először nagyon korán indultunk el, hogy a piacra odaérjünk, Pátka és Lovasberény tájaikán kelt föl a nap, óriási nap volt, mintha egy kazaltűz égett volna. Én ezt sose fogom elfelejteni, ugye? Ugyanúgy nem tudom elfelejteni, mint azt, hogy 1938-ban mentem be Fehérvárra, arra a nagy ünnepségekre, amikor vitézeket avattak, aztán akkor avatták fel a lovasszobrot, Szent István lovasszobrát is, és hát egy parasztfiú, aki nem látott se festményeket addig, legfeljebb nyomatokat, olajnyomatokat, de eredeti festményt nem, eredeti szobrot nem.
Hát, hogy én milyen csodálattal néztem azt a új bronz lovas szobrot, azon ült a király, nem tudtam hova tegyem magamat. De akkor először szembesültem, hogy ez az én királyom is volt, ugye, gyerek félve nézte, ahogyan ott ült a lovon, kezében a kereszt, fenyegető is volt bizonyos értelemben, és erőteljes. De egy ekkora lovas szobor, te jó ég. Szóval csak azért mondom, hogy szinte az első művészeti élményeim is ide kötődtek ehhez a tájhoz, ehhez a városhoz. A háború után mennyire szakadt meg a kapcsolata a megyével? Mennyire távolodott el, vagy egyáltalán mondhatjuk-e ezt, hogy eltávolodott? Hát addig, amíg én nem váltam mondjuk országosan elismert íróvá, akkor mindig átmentem Fehérváron, mert többnyire onnét utaztam pápára, pápai református kollégiumba. Ez is érdekes, hogy én nem Fehérvárra mentem gimnáziumba, az 13-14 kilométerre volt, hanem ugye egy országos tehetségmentő intézmény révén kerültem én pápára, és Fehérvárt valahogyan kihagytuk. De amikor az 50-es évek elején fiatal íróként úgy belekerültem az irodalomban, akkor már kezdtek hívogatni Fehérvárra, és 56 után persze ugyancsak hívtak, és akkor kezdődött az első botrányom Székesfehérvárral és a megyével. Nagyhörcsök pusztáról írtam én egy különös beszámolót, és ott Nagyhörcsök pusztán fiatal kiszeseknek tartottam előadást, és 56-ról elmondtam, hogy ez forradalom volt. Na hát azt kellett nekem még, ugye, pedig én elmondtam, hogy hát egy nép nem csinál beteg dolgokat, hogyha egy népet nem betegítenek meg. Tehát megbetegítettek, és sorban mondtam, hogy mit csináltak 45 után, az 50-es évek elején, a padlás lesöprések idején, rajk fölakasztásával és kivégzésével, és így tovább. És fölállt egy kisista fiú akkor, és azt mondta, hogy rosszul látom a történelmet, mert ha egy nemzet érdeke megkívánja azt, hogy mondjuk Rajkot ki kell végezni, mert olyan a nemzetközi helyzet, akkor azt tudomásul kell venni. Én belőlem kitört, hogy akkor ti is fasiszták vagytok, hogyha ezt gondoljátok. Szabad ember voltam fiatalon, abban a pillanatban kizúdult másnap az egész megyei vezetőség, vizsgálat, engem itt az Írószövetségben behívattak, és közölték velem, hogy itt van a letartóztatást kérő levél. Doboz Imre húzta ki a fiókját, és láttam ott a levelet. Ettől kezdve megváltozott a megyével való kapcsolatom. Hosszú időn át csak ugyan nem hívtak, nem mehettem. Jó, ez az előző rendszer balszerencsés történetei közé tartozik, de voltak nagyon kitűnő emberek, akik mindig vártak, hogy elmenjek, aztán később, amikor már szabad volt, akkor természetesen hívtak, ugyancsak forró estjeink, irodalmi estjeink voltak. Emlékszem, egy tiszatáj estre például meghívtak Fehérvárra, és eljött a szegedi tiszatáj szerkesztősége. Hát nem lehetett megmozdulni, annyian voltak. És azok már a 80-as évek közepén igazán szinte forradalmi hangulatú irodalmi estek voltak. Én sose haragudtam azokra, akik engem elítéltek, tudtam, hogy az a dolguk, de mindig reménykedtem abban, hogy egyszer szembe kell, hogy nézzenek magukkal, mert magamról éreztem, hogy én nem akarok ennek az országnak rosszat, annak a megyének rosszat, az irodalom dolgát üzöm. Kárpótolhatják-e az elismerések, ezek a díjak, azokat a nehéz éveket? Nem tartoznak össze. Tudtam, hogy az a törvény, én csinálhattam volna mást is. Tehát a szabadságom
számlájára írtam, vagy írtam, mondtam, gondoltam, amit gondoltam, lett volna más választásom is. Tehát én örömmel csináltam azt. Mondhatom, hogy sokkal jobb lelkiismerettel éltem akkor, mint a mai világban. Ilyen szempontból. Persze, morálisan sokkal szabadabb voltam, mert eldöntöttem valamit. Most nagyobb az űrzavar, a szellemi életben elintézetlen ügyek garmadája, az irodalom helyett az újságírás vett át a szellemi élet szerepét. Én tudom, hogy ez ugyanolyan, mint a újság és a könyv közötti különbség, az újságot másnapra eldobjuk, a könyvet vissza lehet állandóan lapozni, tehát én továbbra is azt a kultúrát választom és akarom, amelyik engem eddig hozott és eddig nevelt, és nem akarok abban hinni, hogy a kultúrát föl lehet függeszteni, mint a lélegzést, nem lehet fölfüggeszteni. Egyébként ugye kezdettől fogva az a Vörös Martis sor élt bennem, amit a gondolatok a könyvtárban ír meg, mi dolgunk a világon küzdeni, erőnk szerint a legnemesbekért, előttünk egy nemzetnek sorsáll, minden nagy képűség nélkül ezt a Vörös Marti idézetet rögzítettem én magamba diákkoromban, és e szerint éltem. Hát ez volt a hagyományom. Nagyon sok sikert kívánunk még az elnöki munkájában, aztán pedig nagyon sok erőt, energiát ahhoz, hogy a műveit meg tudja írni. Nagyon szépen köszönöm, de egy mondattal én is tartozom a Fejér megyeieknek. Sose számítottam arra, hogy engem a munkámért bárki is kitüntet, de ha már így van, akkor köszönöm a figyelmüket.